Szeretettel köszöntünk mindenkit Nógrád vármegyéből, Rétság Puszta Szántóról, a Mi Hazánk Állatvédelmi Kabinetének nevében. Számos esetben hangsúlyoztuk már, hogy a Mi Hazánk mozgalom Európa első zöld nemzeti radikális pártjaként elkötelezett az állatvédelem mellett, és egyértelműen kiállunk azért, hogy az állatkínzókat a legszigorúbb büntetéssel büntessék. A mai napon, a mai videóban két állattartó, Kása Géza, volt hatósági állatorvos, és Hess Mihály eseteinek járunk utána. Kérjük, tartsanak velünk! Krupiás Zsolt az imént beszélt Hess Mihállyal, akire most várakozunk, és interjút fog nekünk adni, valamint megmutatja a lovait. Hozzá azért érkeztünk, mivel hogy a Mi Hazánk Mozgalom Állatvédelmi Kabinettéhez állatvédő egyesületek részéről olyan bejelentések érkeztek, hogy Hess Mihály nem megfelelően tartja a lovait. Vannak olyan lovak, amelyek nagyon soványak, és olyan lovak is, amelyek a közel múltban pusztultak el, úgyhogy ennek fogunk most utána járni. Halló, tessék! Kész csogom, Krupián Zsolt vagyok, ***tól kaptam meg az ön számát. A Mi Hazánk Mozgalom Állatvédelmi Kabinettjének megbízottja vagyok. Igen, és örülök, hogy beszélünk. A Hess Mihály ügyében vagyunk lent jelenleg Rétságon. És szeretnék egy kis információt gyűjteni öntől is, hogy amiben tudok segíteni. Mi az, ami igen. Mi az, amit ön tud erről az egész dologról első körben? Ugye én, mint lovas, már évek óta hallok rémtörténeteket, hogy mi folytott a tanyán régebben, az elmúlt években. Mik ezek a rémtörténetek? Ebbe belemenjünk-e, vagy nem menjünk? Hát csak úgy röviden. Hát ugye régebben úgy volt, tudomásom szerint, hogy ugye a ménes a szent volt az öreg szemében, és amik hozzá kerültek ilyen úgymond kiselejtezett, kisebb egészségügyi problémával küszködő versenylovak. Az ő ménesétől? Nem, hanem innen onnan valahonnan. Értem. Ezek nem tudom, hogy kerültek hozzá. Azok mindig külön voltak tartva az istállóban, és azokat szó szerint kiéheztette. Uh-huh. Ezt ki tudja megerősíteni? Hát ez többen. De szemtanúkra gondolok. Szemtanúk, igen. Szemtanúk. Jelentkeztek tanúnak többen, akik vállalják névvel arccal. Ez ügyben tudunk később majd beszélgetni? Persze, persze. Jó, mert azért kérdezem, mert most rögzítjük ezt az egészet. Jó, erre szeretném az engedélyet is kérni, így utólag is elnézést kérnék. Mindenképpen vissza fogunk erre térni, akkor egy nyugodtabb pillanatban. Jó, tehát mert nagyon sok képet kapunk, értem, az állatvédők is, én is, ahol sokkoló felvételek. Kérdés, hogy ezek a képek készültek, mennyire megbízhatóak, hogy valóban onnan származnak, felismerhető-e a helyszín? Hát én azt gondolom, hogy a legtöbb képen felismerhető, én így, ahogy visszaemlékszem. Igen. Uh-huh. Igen, uh-huh, felismerhető. Értem. Az istálló is, a fedeles részt, föl, igen. Uh-huh. Tehát akkor az ön véleménye az, hogy igen, ott ezek, amiről beszélnek, ezek a cselekmények megtörténtek. Feltételezem, hogy igen, mert nem egy ember szájából hallottam. Uh-huh. Én soha nem voltam kapcsolatban a Hess Mihállyal, hál' Istennek. Értem. Nem is szeretnék. Értem. De nem hiszem, hogy olyan, hogy sok ember ezt kitalálná. Tehát, mert hogyha egy embertől hallja ezt az ember, akkor na, de az, hogy most tömegével. Értem. Nekünk viszont a feltételezés az kevés. Tehát abszolút bizonyítékokra van szükségünk ebben az ügyben. Hát fényképek állnak rendelkezésre, az sok. De én, igen, a tanúk, tehát fénykép és tanú, szemtanú, aki el tudja mondani, tehát létezik ilyen ember, aki el tudja mondani, hogy ez is ez történt, és akár ő ezt hajlandó elvinni a bíróságig. Hát most igen. Aztán, hogy mikor
oda jutunk, mert tudja, milyenek az emberek. Most lehet, hogy lesz olyan, aki megtántorodik, ezt én nem tudom, de most per pillanat van több ilyen személy, aki tanúnak jelentkezett, igen. Jó, este fele vissza tudom önt hívni. Igen, igen. Jó, jó, akkor beszélgetünk erről mindenképpen még este. Jó. Jó, rendben. Szuper, rendben, szuper. Jó. Köszönöm szépen akkor. Szívesen, viszont én köszönöm, hogy keresett. Viszont hallásra. Nem az első ilyen kísérlet, hogy elvigyék az állatokat. Volt egy férfi hangú telefon. Ő elintézi, hogy elkobozzák ezeket az állatokat. Uh-huh. Egy hónapra adjak takarmányt, avrakot, és egy hónap múlva 10 millió forint ellenében visszaadja. És még annyira rendes volt, hogy a abrakot meg a takarmányt levonhatom. Na, nagyszerű. Ez annyira nyilvánvaló volt, hogy miről szól a történet, hogy ennyi. Ki állhat-e mögött? Ezt én nem tudom, az az igazság, mert különböző gyanúk vannak, de nem tudom bizonyítani. Tehát a mérgezést is azt mondták, hogy mondjam meg, hogy mivel mérgezték meg, mert akkor tudják levizsgálni. Uh-huh. Ha nem mondom de meg... Hát, ha az ember nem tudja a speciál, tehát akkor elég nehéz meg. Hát ami nagy valószínűséggel látszik, hogy sárgarépába tettek fagyálót, és ezek a ménes eleje szelíd volt, ez odament, és megette a sárgarépát. Na most innen körülbelül 1 kilométert jöttek ki a csikók, ott elfeküdt, és meghalt. Na most ezek, akik itt fényképeznek, meg én nem tudom, hogy ők fényképeznek, küldenek valakit, de éjszaka jönnek, legalábbis a fényképekről az a gyanú. De miért kell éjszaka jönni? Tehát hát nem, mert ők velem nem akarnak találkozni, ugye ez a nyilvánvaló. Volt olyan, aki bejelentkezett, ugyanígy, hogy szeretne megnézni, hát gyertek, nézzétek meg, nem dugok el semmit, ez van. De ez a másik kategória, ez nem erről szól. Igen. Meg akik itt voltak és megnézték, akkor ugye az állatok nem éheznek, nem szomjasak, van 3 itatóhely, ahol tudnak inni. Napközben, este bemennek, megtöltjük a kádakat vízzel, reggelig el sem fogy, most is van benne. Igen. Mi lehet az alapja ennek ön szerint, vagy ennyire? Nem tudom, hát. Ennyire X személyek. Azért sok sikerünk volt az elmúlt évben, ami irritált. Igen, olvastam, hogy irritált lovas versenyek. Így van. Volt olyan, hogy az első 6 helyezett, ami lovunk volt. Hát ez ugye azért sok embernek szúrta a szemét. Nem értek hozzá, de gondolom sok pénz van benne. Igen, hát van benne. Igen. De sok munka is van benne. Így, ez a másik, ami fontos, hogy... Mennyi ló van körülbelül? 34. Pontosan. 34 ló. És kis csikók is vannak, vagy felnőtt? Most még nincs ezek nincs. Fel. Hát úgy kis csikók, hogy tavaly jellésű csikók vannak köztük. És azok a mérgezésben, amit említett, hogy megmérgezhették, tehát hogy a sárgarépába fagyállót tehettek, és ezzel mérgezhették meg a lovakat, hogy abba több ló el is pusztult. 9 ló ebbe pusztult, tehát egy hét alatt elpusztult a 9 ló. Úgyhogy sem előtte, sem utána. Nem. Tehát előtte nem voltak ilyen betegségek, semmi, hanem ez egy valószínűsíthetően egy ilyen szervezett dolog volt, ami a következtében meghaltak ezek az állatok. Ez köthető ahhoz a telefonhíváshoz, amit kapott? Ahhoz is köthető, meg ahhoz, hogy éjszaka jöttek ezek a látogatók, és éjszaka csináltak fényképeket, itt ott, ott meg 10 évvel ezelőtti fényképeket tettek fel, tehát összeszedtek itt minden olyat, ami kompromitáló lehet. Lovakat nem láttátok? Lovakat nem láttátok? Tudtam, hogy te látod meg.
Itt vagyunk tehát Hess Mihály lovainál, volt olyan kedves és elhozott minket, valamint a kocsiba is készíthettünk vele interjút. Rádízésre ezek a lovak jó állapotban vannak, körülbelül ugye itt 35 lóról beszélhetünk, és ahogy a kocsiból is néztünk kifele, valamint ahogy itt a lovakat is látjuk, mi ugye szabálysértést, azt nem nagyon tapasztaltunk, igaz, Zsolt? Nem merült fel sem szabálysértés, sem bűncselekmény jelen pillanatban, a lovak abszolút jó állapotban vannak. Viga legelésznek Hess Mihály úr volt kedves kihozni minket. Hát 300 hektárnyi területe van, igen. Ugye többen többet mondanak, de Hess Mihály úr elárulta, hogy ez egy 300 hektáros terület. Bejártuk. Abszolút nem tapasztaltunk egyelőre semmit. Annyit még érdemes elmondani, hogy a lovak azok napközben itt szabadon vannak ezen az említett területen, éjszaka pedig van egy istálló, ahova betereli őket. Igen, ami dudálás most hallatszik a háttérből, ugye Hess Mihály úr próbálja a lovakat egy kicsit egybe terelni, egybe küzdeni őket, ne szaladjanak szanaszét. Valóban megnéztük az istállót, élelmet, vizet folyamatosan biztosítanak számukra, úgyhogy meg kell állapítanunk azt, hogy itt jelen pillanatban minden rendben van. Én is azt láttam, amennyit mi ebből meg tudtunk természetesen ítélni, de ahogy ígértük, körbejárjuk ezt az esetet is, és a következőkben majd fogunk arról beszélni, hogy melyek azok az információk, amit a jegyzőtől megtudtunk. Igen, beszéltem telefonon a jegyzőasszonnyal, ezt megelőzően nagyon kedves volt, felvilágosított minket, az ő hangjából is azt tudtam leszűrni, hogy itt bűncselekményről igazán nincs szó, de konkrétumokat nem tudott és nem is mondhatott el, hiszen az ügy jelen pillanatban folyamatban van. Ezért arról részletes tájékoztatást nem tudtunk kapni. Itt vagyunk dr. Kása Géza telephelyén, nevezük telephelynek, ahol több mint 100 birkát és egyéb állatokat, többek között szamarakat tart elég rossz körülmények között. A Mi Hazánk Mozgalom állatvédelmi kabinettje szeretné ezt most kivizsgálni, hogy mi is igaz abból, amit mondanak, hiszen Kása Géza már el volt ítélve többször állatkínzás miatt. Beszéltem a rétsági jegyzőasszonnyal, kedvesen felvilágosított, hogy az utolsó ítélete az sajnos csak 312 óra közmunka volt, melyet megválthat egyéb módokon is. Nem tartjuk ezt az ítéletet igazán megfelelőnek. Szeretnénk, hogyha az állatkínzás, bizonyított állatkínzások megkapnák azt a bírói eljárást, amiért egy gerinces állatot nem lehet bántalmazni. Most is hallani, ahogy bőgnek a szamarak. Voltunk odafent, de mivel egy magánterület, így nem tudtuk jobban megközelíteni. Szerettük volna Kása Gézát megszólaltatni ez ügyben. Sok jót nem hallottunk róla, ezért inkább elvetettük ezt a lehetőséget. Mindenképpen szem előtt tartjuk az objektivitást, mindenfélt meghallgassunk már, amennyire a körülmények engedik. Igazán följebb a magánterület miatt nem tudunk jutni, nem tudunk filmezni. Szerintem mondjál te is egy-két szót erről a dologról, ha tudsz. Igazából arról van szó, hogy bár az átlátszó.hu, illetve egyéb média is megjelentetett dr. Kása Gézáról, tehát volt hatósági állatorvosról cikkeket, arra vonatkozóan, hogy nem megfelelően tartja az állatokat, sőt, ugye állatkínzást is folytatott, sajnálatos módon, illetve a felfüggesztett ítélet során is történt állatkínzás, ahol ezt a jegyző is elmondta számunkra. Még más állatvédelmi szervezetek azt jelezték felénk, hogy az állatok nincsenek megfelelően elkerítve,
és ennek köszönhetően sajnálatos módon magán az úttesten is hát szaladnak ezek az állatok. Ez nyilván egyértelműen magára a lakosságra, valamint az állatokra vonatkozóan is veszélyt jelent, úgyhogy mi a Mi Hazánk Mozgalom állatvédelmi kabinetének nevében úgy gondoljuk, hogy ez az ügy sem zárult még le, tehát mindenképpen nyomon fogjuk követni. Visszaértünk tehát Budapestre. Összegzésképpen elmondhatjuk azt, szemrevételezve a két esetet, hogy Hesz Mihály ügyében, amit ugye elmondtak az állatvédő szervezetek, és az, amit mi tapasztaltunk az ő területén, amikor körbevezetett minket, ellentétes egymással, valamint a jegyző is elmondta azt, hogy Hesz Mihály ellen jelenleg eljárás folyik, de hát ugye nem tudjuk egyértelműen, hogy mi lesz ennek az ügynek a kimenetele, ezért mi, a Mi Hazánk állatvédelmi kabinetjének nevében azt tudjuk ígérni, hogy nyomon követjük az ügyet.